Itt ezen a forgalmas szekszárdi útszakaszon okozott koccanásos balesetet az erősen ittas férfi egy zebra előtt álló autóba hajtott bele, előtte 10 üveg sört ivott meg. Nem ez volt az első hasonló esete, korábban kétszer már elítélték ittas vezetés miatt. Az utolsó balesetben senki nem sérült meg, a férfi viszont elszaladt a helyszínről, mire a rendőrök odaértek. Egy innen nem messze található kocsmában fogták végül el, ahol tovább ivott. A többszörösen visszaeső sofőr ellen a bíróság első fokon szokatlanul szigorú büntetés szabott ki. A bíróság a vádlottat ittas járművezetés vétsége miatt 30 nap elzárásra és 100 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a járművezetéstől. Emellett 100 000 forintos pénzbírságot is kapott az ittasan balesetező férfi. Az ítélet viszont akkor nem emelkedett jogerőre, mert a vádlott fellebbezett. Azt akart elérni, hogy másodfokon enyhítsék a büntetését, viszont ehelyett a bíró még nagyobb pénzbüntetést, 250 000 forintot szabott király, és 3 évre tiltott el a vezetéstől. Az ítélet így már jogerős.